Üdvözlök minden kedves nézőt! Hosszú idő után készül újra a Pascal programozós videó. És ebben a részben újra visszatérünk az adatbekérésre, ami még emlékeim szerint a második rész témája volt. És ki fogjuk vesézni a readelent, ugyanis kicsit alaposabban megnézve kiderül, hogy semmire nem a legalkalmasabb. Többféle oka van ennek. Kezdjük hát el mindjárt az egyikkel. Nem vizsgálja, hogy a bejövő adat az konkrétan milyen. Arra van kitalálva, hogy szövegjellegű adatokat kapjon. Ugyanakkor képes arra is, hogy számokat kérjünk be vele. Viszont ez nem a legcélra vezetőbb. Mivel mondjuk most gyorsan csinálok is egy byte típusú változót. Egyszerűség kedvéért B névvel. Ez a program csak annyit fog csinálni, hogy beolvassa ezt az egy adatot. Az már nem is meglepő. Akkor ne mentsen, csak csináljon valamit. Na végre. Fordítás. Futtatás. És még clear screen-t raktam bele. Egy dolgot csinál, ha simán entert nyomok, azt nem fogadja el, de amúgy egyáltalán nem figyeli, hogy én miket ütök be. És nem próbáljuk ki, de tudtam már megfogálni 255 karakternél. Ez most minket nem érdekel, de hogyha én ilyeneket beütök, akkor hibával áll le a program, ami nem a legesztétik. Már az se valami gyönyörű, hogy olyan adatot vesz fel, amilyet akar, de az meg plánálom, hogy hibával áll le a program, ezt minimum el kell kerülni. Hogyha csak ez a célunk, akkor kétféle megoldás létezik. Az egyik, hogy csinálok most szépen kezdőbetűkkel szórakozok, csinálok egy string típusú változót. Csak nem tudok írni. És mivel mondtam, readelen a stringre van optimalizálva, ezért most szépen abba olvasok be. És utána használom a val eljárást, amiről talán már volt szó, a lényeg, hogy számot, vagyis szöveget fordít át egy számba. És kell egy harmadik paraméter neki, integer típusú. Ebben tárolja el a hibákat. Ezt is megadom paraméternek. Ezért legyen kicsit igényesebb a program, úgyhogy beleírok gyorsan egy clear screen-t. És ezek után, hogyha jó a beadott szám, kód egyenlő nulla, then write. Bocsánat, hogy ilyen lassú vagyok. Ó, ne. Akkor írjak ki, hogy jó. Úgy meg írjak ki, hogy rossz. Azért, hogy lássuk is, hogy volt valami, egy sima readelent is berakok. Szintén nem a legtökéletesebb megoldás, de annak lesz a legkönnyebb megoldása. Persze, mert nem A-nak hívják, hanem S-nek. Őt tudok figyelni. Mondjuk az is lehet, hogy félreütöttem, de már nem emlékszem igazából. Kapunk egy szép üres képernyőt, ütöm be a betűket, és megállapítja, hogy rossz. Vár readelenre.
aminek mondjuk szintén lehet leütni mindenféle karaktert, tehát mint említettem, az se igazán tökéletes. Viszont azt hiszem ezzel egyébként van is egy baj, hogy azt nem tudja kiszűrni, hogyha túl nagy a szám, hanem elfogadja jónak. Ez egy hiba pont. De végül is talán azt már ilyen sima if B nagyobb annál, akkor már nem is szám. Pedig mondjuk ilyenkor kíváncsi vagyok, ki kéne iratni. B-t. Kiderülne, hogy kell ezt elképzelni. Össze-vissza hosszú számot beütök, és ilyenkor nulla marad. Nem olyan gyönyörű. De most legalább észrevett, hogy hiba van. Mi van, hogyha mondjuk azt mondom neki, hogy 268, amit már szintén nem vett fel. Akkor 12, tehát ez mutatja, hogy amíg sorszámozott típuson belül maradunk, addig ilyenkor körbe számol, ami nem a legcélszerűbb. De azért hibákat már legalább kiszűrjük, és erre van egy másik megoldás is, amihez nem kell se string, se integer. Nem kell egy kis ügyesség helyette. Egyből a számba olvasunk be, viszont jó, tehát input, output, hiba ellenőrzéssel, amit előtte ki is kapcsolunk, így, hogy kapcsolj zárójel dollárjel i mínusz, és miután megtettük, azután vissza kell kapcsolni, különben nem végez el nekünk több ki- és bemeneti műveletet. Ez is be van kapcsolva, és most van egy, na, szerintem csúnyán belevágtam a szavamba, de remélem nem. Your result. A függvény neve, és nincs paramétere. Illetve ebben a sorrendben itt is a nulla a jó. Egyébként meg rossz. És hát ez memória takarékosabb, az biztos. Majd meglátjuk, hogy hatékonyabb-e. Mert ezeket egyébként nem nagyon szoktam használni, úgyhogy nem vagyok nagyon pro ebben a témában. De tudom, hogy van. Igen, itt is körbe szalad. Szerintem ugyanaz az eredmény. És ha betűket írok be, akkor rossz, de azt ki is kéne írni ám. Nem tudom, hogy ez, ennek most mi baja. Nem is állt le hibával. De szerintem itt van ez az iós dolog, hogy nem igen, akarja egy már végezni utána, hiába kapcsoltam én vissza nagy lelkűen. Megállapította, hogy jó result hiba van, és a readelent nem akarja elvégezni. De most ez nem annyira tud zavarni, inkább rátérnek a következő dologra. Most egy másik hiba readelennel kapcsolatban, hogy ha csak egy sima readelent hívok meg, már akkor is elfogad betűket, amit nagyon nem kéne. Ez egyáltalán nem elegáns. Hát jó, most nem töröltem le a képernyőt megint. Hogy úgy szórakozik a felhasználó, ahogyan akar, és pláne karakteres képernyőnél marhára el tudja csúfítani. Egy readelen helyett célszerű már sokszor előkerül majd a readkey. Most is célszerű egy readkey-es rutint használni.
Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag végtelen ciklus, de nem végtelen, csak akkor ér véget a semmi ismétlése, hogyha Entert üt le a felhasználó. Tehát arról volt, hogy nem ütetek be semmit. És miért nem akart semmi úgy működni, ahogy kéne? Ezt szoktam mindig használni, és nem lehet bebaromkodni mindenfélét lévő, hogy nincsen kérve a felhasználó adat. Lehet, hogy nem fordítottam le. El is kéne menteni. Igen. Na végre. Hát ez már egy is elég egy failos rész. Nem vagyok gyakorlatban. De itt azért hát nem tudjátok leellenőrizni, de higgyétek el nekem, hogy ilyenkor nem lehet beütni semmiféle betűt. Aztán a másik, hogy azért se, és nem is valami esztétikus, hogy a readkey azt, vagyis a readelen azt fogad el, amit akar. Úgyhogy általában célszerű ezt elkerülni. Ezt most nem ezzel a programmal szemléltetném, hanem egy másikkal, méghozzá a zongora.pass nevezetű fájlban van eltárolva a CRT Snake. Jó játék, én csináltam. Egy kis önreklám. Nem is ezt akartam megnyitni, de ez is szerepelni fog. Hanem az átírást előbb. Mert itt az a lényeg, hogy számátírás mindenféle számrendszerbe. Írjunk át mondjuk kettes számrendszerbe, mert az olyan szép. És kettesből tízesbe. Az a lényeg, hogy nem fogadhatok el semmiféle betűt, sem nullát, sem entert az elején, hanem csak egyest fogadhatok el az elején. Aztán bele kell programozni. Megint egy finom és elegáns vágás. Másik, hogy azért van hátránya is, mert csak jót fogadja el, az elején csak az egyest fogadja el, utána is csak a nullát, meg még a backspace-t, meg még az entert. De itt a backspace-t meg az entert külön bele kellett programozni, ami nem volt hiba a readelennél, meg a... Igen, ez nem volt hiba. Most nem ellenőrizném le, hogy a számítás helyese, fogadjuk el helyesnek, és ki is lépek. Meg is van ez oldva. És ezt meg is lehet szépen nézni. Ez mi volt? Ez most simából volt, vagy másból volt? Ez most egyértelműen másból volt. Mert hát nyilván a simát én a tízesnek tekintettem. Ez most másból van. És itt is van a másból elnevezettű, vagyis másból nevű eljárásnak, még mielőtt kitörik a nyelvem. Jó, hát látszik, hogy 5000 eljárást használtam itt egymás után. Halmazossal töltöm fel ezt az úgynevezett halmazt. Ennek az a lényege, hogy mindig a megfelelő számokat engedje be, tehát egynél beengedi, vagyis kettes számrendszernél az egyet és a nullát engedi be. Ilyenkor, hogyha ez szám volt, akkor ezt hozzáadja egy szöveghez. Hát a readkey ez ugye bár szöveges. Utána, hogyha 8-es volt, tehát backspace, akkor leszedi az utolsót. Ha 16-on kívül esik, akkor... Igen, tehát hogy 16-osnál beraktam egy dollárjelet a sor elejére, tehát olyankor oda menjen. A dollárjel után egyébként már mindjárt a legelejére törölje végig a sort, ilyenkor is írassa ki az új szöveget, ami keletkezett, addig, amíg nem lesz 13-as a betű. És akkor számolja át szépen, ehhez is használtam függvényt. Meg itt is a readkey. Tehát ennek az az előnye, hogy nem tudsz beütni más, csak ami szabályos, úgyhogy az előzetesen megmutatott IO result, meg val fölöslegessé válik ilyen szemszögből. Úgyhogy ez is egy megoldás erre a problémára, illetve van olyan probléma, itt egy X, nem tudom miért.
Az is egy lehetőség, és ehhez fog kelleni most a CRT Snake, hogy nem akarsz várakozni. Hát ez a read ellennél természetesen elkerülhetetlen, mert addig vár, amíg nem lesz enter. A read key egy kicsit jobb, az addig vár, amíg nem lesz gomnyomás. De egyértelmű van a key pressed boolean típusú függvénynek, hogy az már eleve ilyenkor meggátolja, hogy úgy hívjuk a read key-t, hogy még nem volt gomnyomás, és ezért várni kell rá. Ilyenkor csak úgy lehet hívni, hogy már volt gomnyomás, és akkor ez nem vesz ki külön időt. Egyébként szép hosszú forráskódja van. Egyszerű Snake játék, ahogyan ezt gondolom már a szóhasználatomból kivettétek. Úgy csúszik, hogy már régen nem is nyomom. Na végre megállt. Direkt nem ezzel mutattam be, mert ezen a gépen nagyon lassú. Főleg, hogy ez egy régebbi kód, minden esetre azért megmutatom, hogy nagyjából miről van szó. Nem ilyen rohadt lassan, de azért mozog a zöld tömzsi kígyó képernyőn. Különböző időre különböző pontot kapok, és lehet mozogni, és ezképpen meg ki lehet lépni. Igen, felkerültem a rekord listára, és akkor kifesti szépen az Ersterplekt képet, az Ersterplekt bloggal kapcsolatban. Meg még annyi érdekességet mondanék el, hogy egyes gomboknál nem lehet kivédeni, függetlenül, hogy attól, hogy read-elem vagy read-key, de természetesen ez inkább is read-key-re vonatkozik, hogy az escape-et ne vegyek például Ctrl plusz Ö-nek, azzal mindig lehet helyettesíteni az escape-et. Ctrl plusz M helyettesíti az Enter-t, de ez még elméletileg a backspace-el és a tabulátorral is megcsinálható, de azoknak nem tudom a kódját. Tehát az a lényeg, hogy nem célszerű read-elent használni, hanem hogyha csak simán várakoztatásra akarjátok használni, akkor használjátok repeat until read key egyenlő 2x13-at, grafikus képernyőn nem is működik a read-elen, hanem csak ez. Hogyha adatbekérésre akarjátok használni, ha nagyon muszáj, akkor használjátok vagy az IO result módszert, vagy pedig a valós módszert, még hogyha mondom nem is sikerült az IO result, de az is egy lehetőség elméletileg. Aztán valamit biztos elszúrtam. Aztán leginkább mégis azt ajánlom, hogyha eleve csak olyat irattok ki, ami el van fogadva, igaz, plusz munka, ritkén már meg kell oldani, hogy legyen egy kiíratás. Előtte legyen eleve egy halmazolás, hogy addig ismételje a bekérést, amíg nem kap megfelelő adatot. Utána kell külön kezelni a backspace-t meg az entert, hogy a backspace-nél töröljön vissza, hogyha nem nulla. Az elején ne fogadjon el backspace-t és entert. De igazából ott megéri ezt a plusz munkát, meg itt is, hát persze nyugodtan lehetne ez 2x27 is, vagy 2x helyett lehetne, mivel itt context editornál ez nem valami esztétikus, lehetne a CHR függvény, ugyanaz az eredmény, vagy ez is lehetne, azt hiszem, hogy ordritke egyenlő 27, nem akarok megint belebonyolódni, mert még a végén valami rosszat mondok, úgyhogy ez a rész erről szólt volna, remélem nem hagytam ki semmit, és remélem, hogy nem vétettem több hibát, mint amennyi még elfogadható, úgyhogy megköszönöm a figyelmet itt, sziasztok!